Az esztergomi városi könyvtárban szinte minden kötelező olvasmány megtalálható. Azt gondolom, hogy megoszlik az embereknek a véleménye arról, hogy szerettek vagy nem szerettek olvasónaplót írni általános iskolában, és a kötelező olvasmányokat olvasták-e. Nekem a személyes kedvencem Fekete István Vuk című meséje volt. Erről fogjuk kérdezni az utcemberét, hogy hogyan viszonyulnak ezekhez az olvasmányokhoz, mesékhez, regényekhez. Az egyik legbátrabb utcembere a maga könyvtáros volt, Szőke Anna személyében. Anna, te hogyan viszonyultál a kötelező olvasmányokhoz? Én szerettem őket, mert nem ismertem, de amikor már rákényszerítettek, hogy elolvassam, utána megszerettem őket. És jó ez a kötelező olvasmány, hogy adnak fel a tanárok. Egyébként van személyes kedvenced? Hát most így nem tudok fejből mondani. És olvasónaplót írtál? Azt is írtam, igen. Egri csillagokból. Azt nem szerettem az olvasónaplót írni. Készen állsz egy kis kvíz kérdésre, hogy mennyire emlékszel még esetleg azokra az olvasmányokra, regényekre, mesékre, amit kellett olvasni anno? Jó, készen állok. No hát kezdjük akkor azzal, hogy melyik ifjúsági regénynek a főszereplője Matula bácsi? Tüskevár. Esetleg meg tudod azt mondani, hogy hol játszódott? Ez ugye két fiúról van szó, akik elmennek vakációzni. Van-e ilyen élmény? Ez azért már nehezebb kérdés. Kis-Balatonnál. Nagyon ügyes vagy, Anna. A következő, hogy melyik várnak a kapitánya volt Dobó István? Egri vár. Igen, és hát így akkor egyszerű a kérdés, hogy melyik regényhez, melyik történelmi regényhez kapcsolódik ez esetleg a műcímét és azt, hogy ki írta? Gárdonyi. Géza Egri csillagok. Szuper, és akkor már csak egy kérdés van hátra. Egy fogalom, egy ismert kifejezés, ez is egy regényből. Azt hiszem, a 8. osztályban kellett ezt egyébként olvasnunk. Kettőt is fogok mondani, Gittegylet és Grund, hogy ez melyik regényhez kapcsolódik, és egy főszereplőt, vagy legalább egy szereplőt a sok közül. Molnár Ferenc, Pál utcai fiúk, és főszereplő. Hát Barabás az volt benne, az mellékszereplő. Színházba láttátok egyébként? Nem láttuk színházba. Hogyan viszonyulsz a kötelező olvasmányokhoz? Mire emlékszel? Pozitív, negatív élmények vannak? Olvasónaplót írtál-e? A számomra kötelező olvasmányokból voltak, amiket nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy sokat segítettek abban, hogy így a szókincsen fejlődjön, vagy hogy jobban tájékozódjak így a magyar kultúráról és történelemről, viszont be kell vallanom, hogy voltak olyanok is, amik nagyon küzdelmesek voltak, és azt éreztem, hogy már elavultak, és szívesebben fogadnék valami kortárs irodalmat. Ugye említetted, hogy voltak olyan regények akár, amiket nagyon szerettél, egyet-kettőt meg tudsz említeni? Hát lehet, hogy ez ilyen nagyon gyermeki, de például a Tüskevárat különösen szerettem, már csak amiatt is, ahogy ábrázolta a környezet, az emberek közötti kapcsolatot, fiatalok és idősek között azt a fajta viszonyulást. Úgyhogy talán most így ezt emelném ki. No, hogyha már Tüskevár, akkor egyébként pont én is az egyik kvíz kérdésben a Tüskevárból választottam egy kérdést, hogy hogy hívják a két fiút, akik elmennek a Kis-Balatonhoz vakációzni? Hú, hát ezt most már így nem tudom fölidézni. És esetleg a bácsit, aki ugye tanított? A bácsi. Igen, ő megvan. A történelmi regényekhez hogy álltál? Például tudod-e, hogy akár Borna Missa, vagy a Cecei név az hova kötődik, melyik regényünkhöz? Így nem, ezek már túl távol vannak nekem ahhoz, hogy felidézem. És egyébként visszatértél-e később bármelyik kötelező olvasmányhoz, amit mondjuk kis gyermekkorodban nem szerettél, de nagyon sokan hallom vissza, hogy újra olvassák? Egy kötelező olvasmányhoz nem tudom így felidézni, de amit újra és újra olvasok, az a Kis Herceg. És azt pedig gyermekként abszolút nem értettem, vagy azt gondolom, hogy egy nagyon más szemszögből, de hogy azt úgy jó esik újra és újra elővenni. Azt gondolom, hogy még a mai napig is sok mondani valója van. Nem emlékszem már semmire? Nem igazán már. Kedvenced se volt? Ember tragédiája. Az azért egy nehéz mű. De egy csomót meg kellett tanulni belőle, egy csomó szöveget még most mai napig is tudnék belőle idézgetni.
No, megpróbálsz akkor idézni? Anyának érzem, ó Ádám magam. Figyelj, és például sokkal könnyebbet is kérdezek, ami nem volt ennyire nehezen emészthető mű, hogy például tudod-e, hogy a Vuknak hogy hívták a mamáját és a papáját a mesében? Mert ez is volt kötelező, vagy legalábbis én szerettem. Valami karakra emlékszem. Igen, de ő a nagybácsi volt. Bácsi volt, igen. Anyja, apja, nem is tudom, hogy volt-e neve. És mi volt a kedvenc étele? Mire vadászott, mire szeretett nagyon? Nagyon jó, mert ez lett volna a következő, hogy a vadkacsát hogy hívták. És figyelj, olvasónaplót írtál annó? De most 40 éve sztorikról beszélgetünk, hát ki emlékszik már ezekre, de még biztos megvan, ha turkálok. Köszönjük szépen! Szerencsés napot! Volt-e kedvenced? Passz. Valamelyik? Nagyon rég volt, de valamelyik esetleg, a sok közül. Emlékszel-e? Szívű ember fia. Az volt a kedvencem. És hogyha mondjuk azt mondom, hogy bor nem issza, akkor esetleg tudsz-e valamelyik regényre appellálni, eszedbe jut-e bármi? Esetleg a Vukkot? Olvastátok már a Vukkot? Nem, csak még mesében néztük. No, akkor lehet, hogy tudsz rá válaszolni, úgy is jó, ha mesében néztétek, hogy ki tanítja vadászni a Vukkot? Emlékszel rá esetleg a meséből, vagy hogy mi a kedvenc étele? Hogy hívták a vadkacsát? Vuk, hogy hívja azt a vadkacsát? Nem tudom. Te se? Azért nem, mert nagyon félénk, nem tud válaszolni. De egyébként emlékszel rá? Tessé? Én tényleg nem tudom, mert már olyan rég néztem. Társ? Így már emlékszel, hogy társnak hívja? Igen. Igen. És karak? Karakra emlékszel-e? Igen. Na, így már megvan. Szeretsz olvasni, vagy szoktatok? Apa, ha olvas, szereted? Igen. Na, ez a lényeg. Hűha! Hát, nem tudok most így fejből hirtelen sem. Egyébként írtál olvasónaplót? Vannak ilyen emlékeid? Hát még általános iskolában, még ilyen második, harmadikban talán. Nem tudom, Pál utcai fiúk, vagy Kincskereső kisködmön. Tehát, hogy melyikre emlékszel, vagy esetleg az egri csillagokra? Csillagok talán. Meg tudod mondani, hogy ki volt az egyik főszereplő, vagy egyet mondjuk? A szerelmes párból mondjuk a férfi, hogy hívták? Hát inkább a Pál utcai fiúkból volt egy ilyen Bokka. Igen? Azt hiszem Bokka János. Nagyon régen volt már. Ugye Nemecsek? A Nemecsek. És hol, mi volt az ő kedvenc helyük esetleg? Tudod-e azt, hogy hívták? A Grundon. Mi volt Grund? Hát a Pál utca, azt hiszem a 8. vagy 9. kerületben játszódott ez egyébként a Pál utcába, és ilyen lebontás alatt volt, azt úgy emlékszem, lebontás alatt volt az egész, a végén azt hiszem le is bontották, valami más csináltak belőle. De hogy a fiúknak alapvetően ugye ez volt a játszótere, így van, nagyon jó. Voltak a vörösingesek, meg a nem tudom. És egyébként volt esetleg olyan, hogy mondjuk később valamelyiket elolvastad, mert akkor kicsi voltál hozzá, amikor kötelező volt, vagy akkor nem tetszett, nem fogott meg, de később felnőtt korba visszatértél valamelyik regényhez vagy meséhez? Nem, inkább az ilyen dokumentumfilmeket szeretem, meg az ilyeneket. Hát, hogy általános iskolában mi volt a kötelező, azt már nem tudom. Egri csillagok például. Egri csillagok, az természetes. Igen. Aztán a Légy jó, mint halálig. Halálig, azt is. Pál utcai fiú, Kincskereső kisködmön. Én nagyon szeretek olvasni ugyanis, és most is olvasok. Csak már szellemileg 80 felett az ember már nem olyan, mint régen volt. És akkor most regényeket, szép irodalmat, mit szeret olvasni a hölgy? Igen, igen. Sőt, életrajzi regényeket is, zeneszerzők életrajzát, most azt olvasom. Ezt. Úgyhogy miután az ember nem tud állandóan dolgozni, mert délután már nem tudok, hát olvasok. Egy jó kis hűvös helyen? Hát nem. Ilyenkor most leülünk a Dunaparton, aztán bent a szobában. És egyébként az olvasónapló, mint olyan, az arra tetszik emlékezni, hogy nem tudom, régen kellett ilyet írni? Hát kellett, igen, értünk. Csak sok minden nem jut eszembe.
ha úgy hallom, akkor tudom, hogy igen, meg hát akkor én nem tudom, hogy most verseket tanulnak-e a gyerekek, de akkor nekünk nagyon sok verset kellett kívülről. Most is tanulnak verseket egyébként, de van kedvenc vers egyébként? Hát kitől? Van, ami József Attilától, van Ady Endrétől, Radnótitól,